Köszöntöm a Trió TV nézőit! Közéleti magazinunkat látják 2015. március 20-án, pénteken 19 órakor. Mai műsorunk főként az 1848-as forradalom ünnepköréhez kötődik. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek a büki iskolások, majd a városi ünnepség második részén a templom kertben emlékeztek. Csepregen a városi ünnep az iskolában volt. Megyei kitüntetést vehetett át Németné Kabai Ilona asszisztens. Kiállítást szerveztek a büki iskolában. Zaher Gábor a szenvedélybetegségekről beszélt Bükön. Kincskereső túrát szervezett a Büki Ifjúsági Egyesület. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! A büki iskolások egy önálló műsorral emlékeztek az 1848-as forradalomról. A műsort egy újszerű koreográfiával színesítették. A büki iskolások a város ünnepség részeként pénteken kora délután a tornacsarnokon ünnepeltek. Idén különleges koreográfiával készültek. Nemzeti színű kokádát formázó körökben álltak fel a megemlékezés elején. Orbán Erika igazgató helyettes köszöntében elmondta, minden magyar büszke a jeles napra. Büszke is lehet, mert a márciusi ifjak példaértékű cselekedetet hajtottak végre, amikor szembeszálltak az elnyomó hatalommal, és nem félve a megtorlástól, a legkeményebb fegyverrel, a tiszta szavak erejével indultak harcba. 1860 óta emlékezünk meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének napjáról. 1991 óta pedig a Magyar Országgyűlés határozata értelmében hivatalosan is a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepei közé került. De miért volt egyedülálló ez a nap, a magyar március 15-e az európai forradalmak sorában? Azért volt egyedülálló, mert nem a törvénysértésről és nem a rendbontásról szólt, hanem mindezek ellenkezőjéről. A forradalmi tömeg közösen megélt szabadságáról, és ugyanakkor rendről, törvényről. És hogy miért is volt olyan nagyszerű ez a nap, 1848. március 15-e? Elsősorban azért, mert olyan szereplői voltak, mint Petőfi Sándor vagy Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi József, Irinyi Dániel, Nyári Albert, Korányi Frigyes, és még hosszan sorolhatnánk. Kivételes fiatalemberek, sokféle talentummal, akik ugyan a semmiből tűntek fel ekkor hirtelen, de ezen a napon szerveződtek valami újfajta egységbe. Kedves jelenlévők! Körülnézve ma Európában azt látjuk, hogy nincs még olyan nemzet, amelynek emlékezetében a 48-as forradalom ennyire elevenen és ennyire pozitívan élne, mint a mi nemzetünkben. Ez nem véletlenül van így. A magyar forradalom ugyanis nem pusztított, nem rombolt, hanem alapokat teremtett. Ezeken az alapokon épült fel a mai polgári Magyarország, mindannyiunk Magyarországa. Kevesen tudják, hogy mit jelképeznek a zászlón, valamint a kokárdát a nemzeti színek. A piros, a fehér és a zöld. A fehér szín a hűség jelképe, ez a múlt, a múltunk iránti hűség. A piros szín az erő, merre a jelenben van szükségünk. A zöld szín pedig a remény, a jövőnk reménye. De a márciusi ifjak nem csupán örökül hagyták ránk e három erényt. Az 1848-49-es szabadságharc eseményei tanúsítják, hogy mekkora erejük volt cselekedni és változtatni nem csak saját, hanem hazájuk sorsán is, hogy milyen nagy hűséggel szolgálták a nemzet ügyét, és reménnyel telve tekintettek a bizonytalannak tűnő jövőbe. Vegyünk mi is példát a forradalmárokról, és ha kokárdánkra nézünk, vagy piros, fehér, zöld lobogót látunk valahol, jussanak eszünkbe, hogy mit üzennek nekünk a március ifjak. Soha se veszítsük el erőnket, hűségünket és reményünket, ha hazánkról és nemzetünkről van szó. Költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér, míg a földön el.
diákok élőképpen alakították ki a kokárdát, majd Pintér Anikó tanárnővel együtt szavalták Petőfi Sándor Nemzeti Dal című versét. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább. A büki megemlékezések vasárnap délután folytatódtak. A templomkertben Falusi Péter mondott ünnepi beszédet, megkoszorúzták a hősi emlékművet. Felkérem Falusi Péter urat, a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtár sportszervező főmunkatársát, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá testben és lélekben egyaránt, írja Márai. Ez a március ünnep a legszebb és legemlékezetesebb, bármely távol is kerül tőlünk az időben. De mégis mit jelent ez az ünnep és hol kezdődött valójában? Az első kérdésre a válasz talán nem is annyira bonyolult. Az ünnep a nemzet közös élményét, összetartozását, emlékezetét jelenti. Azt, hogy ameddig magyar lesz a földön, addig március 15-ét ünnepelni fogják. A közös élmény olyan sorvezető, amely nem csúszik el. Ugyanazt mutatja a Kárpátalján, a torontói magyarházban és itt a Répce mentén is. A nemzetiség és a magyar nyelv ügye, hála felsőbüki nagypál fellépésének, már biztosítva van. És így ezután immár a haladó szellemű alkotmányért kell küzdeni. Kossuth, Széchenyi, felsőbüki nagypál, és sorolhatnánk a neveket, mennyi ellentétes gondolat és micsoda gigászi akarat, összefogás, áldozatvállalás egy közös célért, a szeretet, de csúnyácska hazán segíteni. 1848-ban Petőfi erre a napra verset írt. Eredetileg úgy kezdte, rajta magyar, híja haza. Azt mondták neki, ez így nincs jól. A magyar úgy tud elindulni, ha talpra áll. Áthúzta hát a rajta szót, és azt itt a talpra, és a nemzet talpra állt. Március 15-e nem csak ünnep. Március 15-e olyan nap, amit szeretünk. Szeretjük, mert egyet jelent számunkra a szabadsággal. Amikor 49-ben Szemere Bertalan megalakította kormányát, azt mondta, kormányom iránya demokráciai, reszpublikai és forradalmi. Szeretjük továbbá, mert számunkra vonzó normákat teremtett. 1848-49 jogokat, méltóságot és szabadságot is adott egyszerre. Az országnak függetlenséget, a népnek felelős kormányt, közteherviselést és sajtószabadságot. A parasztoknak jobbágy felszabadítást, a nemzetiségeknek törvényt, a zsidóknak állampolgári egyenlőséget, jogegyenlőséget. Mérce és minta született. Ez volt a liberális áttörés. Szeretjük, mert nemzeti szint is teremtett. A pirosat, a fehéret és a zöldet. Azt, ami számunkra azóta is a magyarságot jelképezi. Akkor még tudták, hogy mit jelentenek a színek. A piros az erő, a fehér a hűség, a zöld a remény. Erő, hűség, remény. Ezt választotta a magyarság eszményül saját magának. Szeretjük március 15-ét, mert szabadságharcos hősöket adott nekünk. Van, akinek tudjuk a nevét, és van, akinek nem. Kossuth csak névtelen félistennek nevezte a honvédokat. Szeretjük, és kokárdát tűzünk magunknak, gyerekeinknek, a legkisebbeknek is, jelezvén, hogy összetartozunk. Erről az ünnepről egyféleképpen lehet gondolkodni. Büszkék vagyunk őseinkre. És hogy mit jelent nekünk mai fiataloknak 48 üzenete? Nos, talán azt, hogy hőseink küzdenek, megdicsőülnek, elbuknak ugyan,
de hülyek maradnak eszméikhez, értékeikhez, mindahhoz, ami emberré tesz, ha cselekedni kell. Tartással, egyenes gerinccel tenni azt, amit tehetünk. Ahogyan Benjamin László költő fogalmazza meg. Bátran légy ten magad, akárhogy ráncigálnak, vezérnek lássanak bár vagy muzsikus cigánynak. Fölemel tisztelettel a világ, vagy legyűr, a páholyban, a porban az vagy, ami belül. Köszönjük a 48-as hősöknek, legyen áldott emlékük. Péntek este emlékeztek meg a márciusi ifjakról. Az általános iskolában a nyugdíjas énekkar Kossuth nótákat énekelt, a gyerekek Életképek a forradalomból címmel adtak multidéző műsort. A 167. évforduló alkalmából ünnepi műsorral tisztelgett Csepreg városa a márciusi ifjak előtt. Elsőként a csepregi nyugdíjas énekkar Huszár és Kossuth nótáit hallhattuk. Köszöntőjében Hárami Jenő, a Kőszegi Tankeret igazgatója hangsúlyozta. Néhány ünnepünk elhalványult, de a március 15-e maradandó emléket hagyott nemzetünk számára, még így 167 évvel később is. Én úgy gondolom, hogy azért ünnepeljük meg évről évre immár 167 esztendeje ezt a napot, és azért nem hanyványult el mostanáig sem, mert az akkor zászlóra tűzött eszmék a mai kor embere számára is rendkívül jelentőséggel bírnak. Hogy melyek ezek az eszmék? Elég elolvasnunk a 12 pont bevezetőjét ahhoz, hogy tudjuk, mit kívántak. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Ezt kívánta a magyar nemzet 1848-ban. Annélkül, hogy a 12 pontot kielemeznénk, nézzük meg, miről szól ez a három dolog. A béke, a szabadság és az egyetértés. Biztosak lehetünk benne, hogy minden szónak jelentősége van, ami akkor papírra került. Elsőként beszéljünk a békéről. Miért volt ez fontos rögzíteni? Azért, hogy a császár lássa, a magyar nemzet a jó szándékú jobbítás talajáról indítja útnak kéréseit. Az emberek békésen, a törvényes kereteket betartva akartak érvényt szerezni alapvető jogaiknak. Olyan ez a békeszó a szöveg elején,
mint egy feltartott kéz egy perpatvarban. Nyugalom, nem akarok verekedést, intézzük el higgadtan, okosan, baráti szóval. Ezt követi a szabadság követelése. Ez a lényegesebb pont, ez az, ami összefoglalja a lenti 12-t, és mindazt, amire a magyar nemzet 1848-ban vágyott. A Csepregi iskola színjátszói és énekara Életképek a forradalomból címmel emlékeztek meg történelmünk nagy alakjairól. Felidézték a márciusi ifjak szervezkedését, a 12 pont megszületését. Az énekar pedig az események hangulatához illő dallal kísérte a műsort. Zárásaként a városvezetői és civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit az 1848-49-es Skopjafánál. A koszorúzás alatt Csepreg város fúvózenekarát hallhatta az emlékező közönség. Város felterjesztése alapján Vas megye önkormányzata szolgálatáért egészségügyi tagozata elismerést kapott Németné Kabai Ilona asszisztens, melyet a megyei önkormányzat elnöke adott át. Németné Kabai Ilona, a Rétszemeti Önkormányzati Társulás nyugalmazott asszisztense. Gratulálok a televízió nézők nevében is a kitüntetéséhez. Ez az egészségügyi tagozat egyfajta megbecsülés a város, illetve a megye részéről. Hadd kérdezem meg, hogy ön már gyerekkorában is egészségügyi pályára indult? Hát először is nagyon szeretném megköszönni mindenkinek ezt a nagyon-nagyon sok elismerő szót, amit kaptam a díj érdekébe. És nagyon megható, hogy ennyien szeretnek a városban, és úgy érzem, hogy ez a 42 év munka az egészségügy szolgálatában talán nem hiába való volt. Visszatérve arra, hogy a családunkban senki nem volt egészségügyi pályán, úgyhogy teljesen véletlenül jött az. Akkor időben Pápán laktunk, és Pápán indult egy egészségügyi szakközépiskola, oda iratkoztam be. 1973-ban végeztem, és akkor utána kerültünk ide Bükre, aztán a Szombathelyi Kórházba sikerült elhelyezkednem, és azóta is ezen a pályán vagyok. Szinte megfertőztek az egészségüggyel. Mondta, hogy a Szombathelyi Kórházon dolgozott. Mikortól van itt Bükön? 1984-től, mikor a második gyermekemet is megszültem, utána megkeresett Szalai doktor, hogy lenne itt egy állás,
ami úgy gondoltam, hogy a család mellett mégiscsak jobban ellátható, mint a három műszakos kórházi munka. Említette a három műszakos kórházi munkát. Hát az egészségügyre jellemző, hogy igazán nem egy családbarát munkahely, hiszen rengeteg ügyelet van, gondolom, hogy önnek is kijutott belőle. Sajnos nem, hát ez, erről az én két gyermekem, a két lányom tudna mesélni, hogy nálunk a karácsony szinte soha nem akkor volt, mindig a én munkakörömhöz, munkaviszonyomhoz kellett alkalmazkodni az ünnepek során is, mert nagyon sokszor ügyeletes voltam, meg hát minden ünnepen tulajdonképpen majdnem egyiket, másikat dolgozni kellett. Említette, hogy Szalai doktor úrnál kezdett itt Bükön, akkor vegyes körzetek voltak, vagy akkor ez már csak felnőtt körzet volt? Nem, még vegyes körzettel indítottunk, úgyhogy... Hát akkor gondolom, hogy ön miután ugye a gyerekkorba kezdte, felnőtteket is ismeri, gondolom akkor Bükk településnek a nagy részét ön ismeri. Igen, ismerem. Hát ugye a munkakörnél fogva nagyon sok helyen megfordul az ember családoknál, tehát az egész családot ismerjük, úgyhogy gyerekektől elkezdve felnőtteket, időseket, aktívakat, mindenkit. Nagyon sokan nem tudják, többek között én sem pontosan, hogy mi egy asszisztensnek a feladata. Hát elég sokrétű a feladatunk, ugye elsősorban az orvosnak a segítsége, kiszolgálása, adminisztratív munka, azon kívül a körzetben, kint a területen, nyomon követni a betegeket, merre járnak, hova mennek, az előírt vizsgálatokat elvégzik-e, meg hát kötözések, injekciózások, ilyesmi. Gondolom, sokszor előfordul, amikor a beteg megjelenik az ajtóba, ön már tudja a kórképét. Igen, hát most már az is előfordul, hogy mindenkiről tudom, hogy milyen gyógyszert szed. Úgyhogy, hát ez a 42 év munkája egy helyen, és ugye az is hozzátartozik, hogy mióta Szalai doktor meghalt, elég nagy volt a fluktuáció az orvosok terén is. Tehát azt hiszem, hogy én voltam az a biztos pont, akire támaszkodhattak a betegek, mert az előzményeket is ismerte az ember, hogy kivel mi történt eddigiek során. Említette többször is ezt a 42 évet, ami ugye azt is jelenti, hogy ön tulajdonképpen már akár nyugdíjas is lehetne. Igen, hát elviekben nyugdíjas vagyok. A kistérségből nyugdíjba mentem a 40 év kapcsán, és hát itt a körzetben még igényt tartottak rám, és most április 1-től jön az új doktornő, és hát az ő kérése is az volt, hogy szeretne még velem dolgozni, ha lehetséges. Hát akkor reméljük, hogy még sok-sok éven keresztül itt a rendelőben találkozhatnak a bükiek önnel, és még egyszer gratulálunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, én is még egyszer is. Az 1848-as megemlékezések üdítő színfoltja volt az a kiállítás, amelyet a Felsőbüki Nagypál általános iskolában rendeztek. A gyerekek alkotásaiból készült a kiállítás. Az alsós pedagógusok egy nagyon szép kiállítást, illetve műsort állítottak össze 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére. Kik vettek részt a munkába, illetve mit végeztek el? Az alsó tagozatos tanulóink vettek részt, elsőtől negyedik osztályig minden tanuló, kézi munkáit láthatjuk itt a kiállításon, és ez tulajdonképpen nekünk a tavaszi projekthez kapcsolódik, ami még a TÁMOP 3.1.4-hez projekt tavasz témakörhöz kapcsolódóan készítettük ezt a kis kiállításunkat, kézi munkákat, és ebben minden alsó tagozatosunk részt vett. Itt láttuk a tárlókon, hogy meg is van jelölve osztályonként, hogyan mit készítettek. Évfolyamonként a gyerekek mivel foglalkoztak, mi az, ami elkészült? Hát technika órán és rajzórákon tudtuk ezeket a tevékenységeket besűríteni, amennyire csak tudtuk, és az időnk engedte, hiszen itt a hajtogatástól a színezésen át
készítettünk kokárdákat hajtogatással, színezéssel, akkor huszárokat készítettünk, lovas huszárokat, illetve zászlókat, forgókat, tehát nagyon sok mindent próbáltunk erre az ünnepre készíteni. Látszik, hogy vannak itt különböző huszár sablonok, és ezek nagyon sokféleképpen vannak kiszínezve, gondolom itt a gyerekekre bízták, hogyan készüljön. Igen, hát mintákat azért mutattunk nekik mi is, hogy az akkori időben hogyan öltöztek a huszárok, mi volt a jellegzetes színeik, de hát azért már a nagyobbak, főleg a harmadik, negyedikesek már az egyéni stílusukat is belevitték. Ki volt, aki a kiállítást összeállította? Hát a tanítónénik voltak a főszervezők, az osztályfőnökök, és a kiállításunkat pénteken délelőtt, 13-án délelőtt negyedik osztályosoknak a kicsi műsorával nyitottuk meg, és utána pedig megnéztük az összes alsós gyerekkel másoknak a munkáját is, és egy közös énekléssel és verseléssel, szavalással zártuk ezt a rövid kis ízelítőt itt a kiállításhoz. Háromszínű magyar zászló vezérei, egyikünk sem fösvénykedik vérével. Ellenséget meg nem taposhat, míg vérünkkel be nem festett pirossal. Kossuth Lajos is toborzó körútra indult, hogy katonákat hívjon a hadseregbe. Együtt esküdött a szegedi emberekkel, hogy buzdítsa őket a haza védelmére. Én esküszöm, hogy hazánk szabadságából egy hajszálnyit, utolsó csepp véremig elrabolni nem engedek. Esküszöm, hogy hazámat védeni fogom, míg koronát felemelhetem. Kossuth Lajos, a szüzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Meddig tekinthetik meg a gyerekek, illetve a szülők itt az iskolába a kiállítást? Szeretném invitálni a szülőket, mert lehet, hogy sokan kíváncsiak a tanulóink munkáira, és ez 30-áig biztos, hogy itt lesz a kiállítás, amikor lesz majd a felsőbbüki tanulmányi verseny, és 21 iskola fog érkezni hozzánk, és szeretnénk nekik is megmutatni. Tehát egészen március végéig ez látható lesz. Dr. Zaher Gábor csütörtökön a Büki Művelődési Házban reggel a diákokat, délután a felnőtteket várta egy-egy előadásra. A gyerekeknek a tiltott és legális tudatmódosítószerekről és hatásairól, a felnőtteknek a mindennapi függőségekről beszélt. Sok büki gyerek Dr. Zaher Gábor szavaira ébredezett szerda reggel. A 8-kor kezdődő előadáson megtelt a Művelődési Ház színházterme általános és középiskolásokkal. A délutáni előadáson is csak néhány szék maradt üresen. Ennek a beszélgetésnek a célközönsége a szülők voltak. Nézze, alapvetően másról kell, hogy szóljanak két dolog. A mostaniak, persze most nem a kicsikre gondolok, hanem mondjuk a 14 év fölöttiekre, ők valljuk őszintén kor szerint ugye hát a felhasználó oldalhoz tartoznak. Ők sokkal nagyobb tárgyi tudásbázissal rendelkeznek, mint mondjuk a felnőttek, őknek halvány se idő a gőzük nincsen erről az egész történetről. Más a nyelv, más a téma, más a megszólítás, más kell elmondani nekik. A felnőtteknél alapvetően hát majd meglátják este, hogy én itt tulajdonképpen saját magunk elé szeretnék egy görbetükröt fölállítani ezzel a mindennapi függőségeinkkel. És ugye itt egy-egy mondat talán volt a gyerek előadásban, és ami persze nem nekik szólt, hanem a jelenlévő kevésbé facebookolókra, hogy ami elvárjuk a gyerektől tudjon nemet mondani. Ugye? Mert elvárjuk. Abszolút. Na és mi?
Szóval ez egy érdekes kérdés, hogy valami tudunk-e nemet mondani, és ha mi nem tudunk nemet mondani, akkor hogy várjuk el a gyerektől, hogy ő tudjon nemet mondani? Ha apuka azt mondja, hogy amíg fiam az én kenyeremet eszed ebben a családban, nem lesz cigi, nem lesz pia, nem lesz kábítószer, majd ugye ezen egy kicsit felidegesíti magát, gyorsan rágyújt egy cigarettára, lelő a tévé elé, mert átlagban 5,5 órát néz televíziót, és szól a feleségének, hogy hozza a fiam a söremet. És bekínálta neki a jó kis szociális mintát. Na jó, hát persze, hát ő az okos felnőtt, akinek szabad, neked hülye gyereknek, meg azt kell csinálni, amit én mondok. Szóval ez nem egy jófajta kommunikáció, hiszen a szociális minták, azok nagyon-nagyon jelentősen meghatározzák a gyereknek az életét, hogy mit lát, mit hozott otthonról. Nagyon egyszerű példa. 7 éves korban, amikor a gyerekek bekerülnek az általános iskolába, persze világos, mondjuk egy ilyen kisebb településen, az sokkal inkább ismerik egymást az emberek, de mondjuk egy városban, egy nagyvárosban, bocsánat, mert hiszen itt is egy városban vagyunk, ugye nem biztos, hogy a tanítónéni ismeri az összes gyereket. De az első pillanatban, szeptember 1-én tudni fogja, hogy az gyerek honnan jött. És nem mondod, hogy mikor belép az ajtónak, hogy már olyan iPhone-ja van, ami senkinek nincs még, meg olyan a ruhája, nem. Arról, hogy amikor belép, vagy fog-e köszönni, vagy nem. Ez egy tök egyszerű dolog, mert ez abszolút rávetít arra, hogy ő honnan jött. Hogy például mire tanították meg őt otthon. És lehet, hogy még késelvillával nem tud tökéletesen enni, nem biztos, hogy kell egy 7 évesnek, de azért már jó lenne. De például ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, aminek az elsajátítása, hogy alapvetően az otthoni mintákról szól. Hogy vajon apa, anya, amikor belép valahova, akkor köszöne, és azon kívül, hogy elmondja 64.917-szer a gyereknek, és ha nem köszön, akkor nyakon vágja, biztos, hogy apa, anya minden szituációban, amikor belép valahova, köszönni fog, amikor ott van vele a gyerek. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Szóval este jóval inkább ilyenekről lesz szó, hogy talán a sommázata az lehetne, hogy mi elvárjuk a gyerektől azt a bizonyos nemmondás tudományát. De nézzünk már bele a tükörbe, hogy mi tudunk. Dr. Zaher Gábor szakmailag elismert addiktológus, több magyarországi egyetemen oktat, publikál és gyakorló orvosként is dolgozik. Emellett külföldi egyetemeken vendégprofesszorkodik. Televíziós és egyéb média szereplései miatt országosan ismert, de hangsúlyozta, nem celeb. Ha valaki internetet használ, nagyon valószínű, hogy találkozott már Dr. Zaheres mémekkel. Ez az internet világában benne van. Szóval ettől a pillanattól kezdve, hogyha az ember tényleg időnként előfordul a világító dobozban, meg a háló, meg itt ott, akkor erre föl kell készülni. Ezekre a dolgokra, hiszen megjelentek már párhuzamos képek rólam, ugye a Breaking Bad főszereplőjével, ugye, aki a metamfetamin labort csinálja, megjelentek ugye ezek a Zaher tortás gyógyszerrel díszített történetek, a szilveszteri mémek, ugye a januárra őt látod, meg nem jól sikerült a buli. Szerintem ezekben semmi az égett a világon ilyen negatív dolog nincsen. Viszont ami tényleg nagyon-nagyon fontos ebben az egész dologban, hogy én nem vagyok celeb. És ugye nem szoktam megsértődni, amikor leceleveznek. Én egy orvos vagyok. Én egy olyan orvos vagyok, aki gyakorlatilag a munkájának a jelentős részét, ugye hát, hogy vezető vagyok időnként, nem csak ezzel kell foglalkoznom, de a betegek mellett és a betegek között tölti tulajdonképpen. És az, hogy az ember időnként mondjuk ugye orrládognak egy fagyit, és próbál 3-4 értelmes mondatot elmondani ebbe az egész dologba, az pedig nem szól másról, és ez most egy nagyon-nagyon rossz szó, amit mondok. Szóval, de nem tudom magam jobban talán kifejezni, hogy próbál egy kicsit ilyen népnevelő jelleggel információt átadni, ami meg az a legfontosabb, az ember maradjon hiteles. És én ezért nem vagyok celeb. A celeb az nem feltétlenül tud időnként hiteles lenni. Én megpróbálok hiteles lenni, és tényleg csak azokról a dolgokról beszélni, amikről én alapvetően tudok információt adni, amihez értek. Akár egy ilyen helyi média megjelenés kapcsán is olyan dolgokról szeretnék beszélni, amiről tudok beszélni, és amiről tudok olyan információkat átadni, hogy a világító doboz túloldalán ülők számára, amit megpróbálnak valamikor hasznosítani, mármint akár gyerek, akár pedig felnőtt, és ez szerintem a történetben a legfontosabb. Zaher Gábor a reggeli gyerekeknek szóló előadásában a függőségről és a függőséget okozó szerekről és tevékenységekről beszélt, ismert mesékkel illusztrálva mondani valóját, bemutatta a legális és tiltott tudatmódosító szerek hatásait. A délutáni feldőtteknek szóló előadás a Mindennapi függőségeink címet viselte. Szó volt gyereknevelésről, következetességről, nemmondásról és a kontroll alatt tartott hétköznapi gyarlóságokról. Kincskereső túrát szervezett március 14-én a gyerekeknek a Büki Ifjúság a Helyi Kultúráért Közhasznú Egyesület. A kincs a tudás volt, amit a Büki Csalitos Vadásztársaság néhány tagjaitól szerezhettek meg.
Kenesei László vadászmester, Finta Norbert vadőr és Póca János volt a gyerekek kísérője és okítója a túrán. 30 gyerek indult neki a fárnak, elkísérte őket néhány segítő az ifjúsági egyletből és pár szülő. Cél nem csak a tudástár bővítése volt. Kimozdítsuk a gyerekeket kicsit a levegőre, mert szerintem ez nagyon ritka a mai világban, hogy ilyen programot szerveznek nekik, és szerintem elérte a célját, mert jól érezték magukat, és reméljük, hogy meg is szerették egy kicsit a természetet. Az ifjúsági klub által szervezett erdőjáró túra, mert tavaly is megrendezésre került, de idén a Kenesei Laci bácsitól rengeteg segítséget kaptunk, úgyhogy bővült a program. Úgyhogy ma már vadpörkölt is lesz evédre, állatetetés is volt, és hóvirágnézés. Hát a vadásztárság úgy kerül bele, hogy az Ágnes, aki a szervezője volt tavaly is, tavaly ígéretet tettem neki, hogy ha időnk lesz, szívesen támogatnánk az egészet. Tehát ez arról szól, hogy mi vadászok lettünk, erdőre járó, mezőre járó, tehát gyakorlatilag a természet szerető emberek lettünk. Szeretnénk, hogyha a fiatalok, felnövekvő nemzedék is követné példánkat. Rendre tanul, itt az erdőbe csak rendet tanul, tehát ez motiválta az egészet. Meg itt gyakorlatilag a környékbeli ifjúság, mert ugye nem csak Bükről vannak, hanem vannak Szakonyból, Csepregből. A túrát az Egresnél kezdték, majd a városerdőn keresztül az Ablánc parton végigmentek. Közben felmásztak lesekre, végigjárták azt az utat, ahol a vadászok etetik az állatokat, és ők is etettek. Gyakorlatilag elmagyaráztuk nekik az erdő faunáját, tehát a fafajoktól elkezdve most nyíló csodálatos hóvirágot, tehát nagyon-nagyon ügyesek voltak, mert tudták, hogy védett növény például, és az állatokról beszéltünk, hogy minek hol van az élőhelye, hogy kell viselkedni az erdőbe. Az erdőt úgy kell tekinteni, mint egy szentét, mondjuk, mint egy templomot, tehát az életünk megújításához nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha valaki szereti a természetet. Ezen kívül az állatokról beszéltünk, az itt honos állatokról, tehát az őzről, tehát szarvasról, dámról, disznóról, tehát gyakorlatilag fácán kakast láttunk. Tehát minden gyakorlatilag, ami itt található. A fagyöny mérgező a fának. Mindenféle hóvirágot láttunk, amikor bekezdtünk jönni, meg most is látunk szép hóvirágokat. Látunk, kaptatok barkát is. Meg sokféle virágokat, meg fagyöngyöket. Mi tetszett a legjobban? Nekem a fagyöngy. Nekem, amikor bejöttünk, és mindenféle sok hóvirágokat láttunk. Sok tárgy van, amit nem ismertem még, de most megismertem. Például? Például találtam ilyen szarvas szőrt is. Egy kicsit, jó? És biztos, hogy szarvas szőr? Ki mondta neked? Igen, Ágnes néni. És mi az, amit láttál még, ami tetszett az erdőbe? Mert még az tetszett, hogy szép a táj a hóvirágoktól. Az elején például nagyon az özeket, ahogy láttuk, nagyon aranyosak voltak, és nagyon szép volt a táj a hóvirágokkal. Miket csináltatok? Sokat túráztunk, és közben nagyon sok érdekességet láttunk, amiket meg is tekintettünk. Mi tetszett legjobban? A rókalyukak. Tetszett az egész. Tetszett, hogy ugye csodálatos hóvirág szőnyegen sétált az egész csapat. Egyszerűen csodálatos volt. Tetszett nekik a vadnyomok ismertetése, tehát vadnyomokat kerestek, megtalálták, elmondtuk, hogy őzé, vaddisznói, szarvasé, sőt azon belül is, hogy most ez tehén csapa vagy mika csapa. Tehát tetszett nekik a magas lesre való felmászás. A gyerekek séta közben beszélgettek Laci bácsival arról is, hogy sokan szemetelnek az erdőben. Megegyeztek, hogy május körül lesz egy közös program, ahol a gyerekek segítenek összegyűjteni a sok nem odavaló dolgot.
A túra végén láthattak még trófeákat, majd a megfáradt csapatot a Büki Csalitos Vadásztársaság meghívta egy vaddisznó pörköltre. Kedves nézőink! Közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb a jövő héten jelentkezünk. Műsorunkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon. Keressenek minket Facebookon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!